Tornász bemutató és számos gyerekprogram is várta a Nyársapáti Gokárt Parkba kilátogatókat pünkösd vasárnap. Családi napot szervezett a tulajdonos, ahol a gyerekek és szüleik is hódolhattak a vezetésnek. Külön mennek a picik az egyik pályán, a nagyok pedig a másik pályán, tehát szét lehetett választani. A régi, az első pályán mennek a picik, a 308 méteresen, az 540-esen pedig mennek a nagyok. A családi nap az önfelett szórakozásról szólt, de egy nagyon fontos célt is szolgált. A 17 éves Tóth Sándor világbajnoki útját támogatták azok, akik részt vettek a rendezvényen. Sándor 3 éve kezdett gokártozni, és tavaly már magyar bajnok lett. 2 hét múlva pedig nemzetközi megmérettetés vár rá. Június 21-én indulunk el Magyarországról autóval. 3 napig fogunk utazni Spanyolországba, Madridba. Ott lesz egy egyhetes verseny. Az első 5 nap lesznek selejtezők, és az utolsó 2 nap lesz döntő, elődöntő, majd a végső összecsapás. A világversenyt Sándor és családja sajnos nem tudja önerőből finanszírozni. A Gokárt Park tulajdonosa ezért kérte a családi nap résztvevőit, hogy ha van lehetőségük, támogassák az abonyi tehetséget. Sándor gőzerővel készül a megmérettetésre. Amikor tehetem szabadidőmben, csak itt vagyok, vagy éppen otthon a szimulátor gyűröm, közben meg ugye kell fizikai edzés is. Milyen érzés az, hogy most tulajdonképpen egy egész családi nap rólad szól, illetve érted szól? Hogyan érzed most itt magad? Nagyon szuper. Én ezt még most hiszem el, hogy ennyien itt összegyűjtünk, és most csak miattam gyűjtünk erre a nemes célra. A családi napon a rendőrség közlekedésbiztonsági feladatokkal készült, és a házigazda természetesen finom ebéddel is megvendégelte a családokat.